Köszöntöm nézőinket! Ma a Mészáros Pállal, a Szekszárdi Borásszal beszélgetek. Üdvözlöm! Jó napot kívánok, üdvözlöm! Pali bácsi, ma az elején kezdeném, a legeslegelején, hogy hogy is kezdődött a családban a borászat? Ugye ez egy több generációs borász család. Hát nekem a dédszüleim rég visszamenőleg mindenki szőlőve borral foglalkozott, úgyhogy én is mondhatnám, hogy a szőlőben nőttem föl, mert ugye nyári szünetben akkor nem volt még napközi, akkor hát szüleim, nagyszüleim kint a szőlőbe dolgoztak, mi gyerekek ott játszottunk, ettük a cseresznyét, a barackot, nagyanyám ott főzött három lába fazékba, és hát azok az ízek, azok még mindig a számba vannak, hogy milyen jók voltak. Úgyhogy, és akkor szüretné pedig hát mindig segítkeztünk, volt kis puttony, mikor nagy lettem, akkor már nagy puttony, úgyhogy puttonyoztunk, hordtuk be a csömögét, daráltuk a kádba, akkor segítettem nagyapámnak, édesapámnak már csömiszölni, bort fejteni, és akkor hát ez így alakult ki. Az iskoláit merre végezte? Borásznak tanult, vagy esetleg más tervei voltak? Hát ami mondtam, hogy fiatalkorban ugye hát jó volt a szőlőbe játszani, minden, amikor már idősebb lettem, akkor hát már dolgozni kellett, és hát kötözni, akkor a szőlőt kapálni, az már nem volt olyan lélekem elő, és akkor szüleim, nagyszüleim kertészmérnöknek akartak, hogy menjek, de én inkább agrárpályára mentem Moson-Magyaróvárra, mert ott volt lovarda, volt kajakszakkör, nagyon jó sport, meg ott volt nyugaton. Tehát valahogyan oda kerültem, vagy oda fölvételiztem, sikerült is, de viszont most már utólag így mondom, hogy a sorsát nem kerülheti el senki, tehát a karma működik, mert az egyetemen volt nemesítés tantárgy, a szőlő nemesítését húztam, volt kertészet tantárgyunk, ott a szőlő meccését húztam, ott is voltak borkóstolók, tehát meg kellett tanulni, hogy hogyan kóstolunk bort, minden. Tehát ott is volt, és amikor végeztem, akkor hát ide kerültem a Szekszárdi TS-hez, itt akkor indult be a 70-es években a szőlő rekonstrukció, az elhagyatott területeket rekonstruálták, új fajtákat hoztak, akkor hozták a Chardonnay-t, a Riesling Silvánit, a Cabernet Franc Merlot-kat, és hát akkor ott a telepítésnél segítkeztem, és jártunk tapasztalatcserére, ahol hát mindig a pincébe kötöttünk ki, bort kóstoltunk, és hát ez nagyon megtetszett, és hát akkor végül hát ez így folytatódott nálam is a szőlészet, borászat. Mekkora területen kezdte? Hát először nálunk az volt a szokás, hogy a fiúgyerek megnősül, akkor kap egy szőlőt, én is kaptam egy kadarka ültetvény, de hát velünk az egyetemén belénk verték, hogy gazdaságosságot kell számolni, és akkor fölírtam, hogy hány órát dolgoztam, mit költöttem, és hát kijött, hogy egy szakmunkás óra bér fele jött ki jövedelemre, mondtam, ez akkora nem nagy üzlet, de hogyha jártunk a tapasztalatcserére, akkor hát láttam már az új ültetvényeket, és akkor telepítettem úgy, ahogy a nagy üzembe kell, az viszont már nyereséges lett, harmadévben már visszatérült a befektetés, és utána pedig nagyon jól működött, úgyhogy 800 négyszögről szőlőt leadtam egy nap, este már fölvettem 80 ezer forintot, ami egy autó ára volt. Tehát az már nagyon jól működött így. Úgyhogy és akkor hát így fokozatos a rendszerváltozáskor, akkor én mertem legnagyobb területet vásárolni Szekszárdon, mert 10 hektárt vettem, mondták, hogy nem vagyok normális, mert hát akkor volt a peresztrojkat, tehát nem nagyon lehetett eladni a bort, és aki szőlőborra foglalkozott, azt tudta, hogy hát ez nagyon veszélyes, mert hát 10 hektár megművelni, meg ha nem tudja eladni az ember, az nagyon nagy veszteség. Tehát hál' Isten ismerettségeim révén először szőlőt tudtam eladni, később pályáztunk 1000 hektoliteres szőlőfeldolgozóra, akkor már föl tudtam dolgozni a termést, és akkor hát egyre jobban bővült a gazdaság, nagyon sok idős ember már kiöregedett, idősebb lett, felajánlotta a területét, és akkor utána lett 40 hektár, akkor megint kellett bővíteni, és akkor így akkor
hál' Isten jó piacunk volt, akkor kellettek a borok, vásároltunk föl szőlőt, de az nem mindig tetszett az a minőség, meg nem mindig sikerült olyan mennyiséget fölvásárolni, amennyi kellett, akkor telepítettünk, úgyhogy most már 160 hektárnál tartunk. Ugye ez egy családi vállalkozás, itt mindkét gyermeke csatlakozott. Ők milyen feladatokat látnak el, vagy mikor csatlakoztak? Gyerekkoruktól ők is már segítettek, mint ahogy ez önnél volt? Igen, igen. Hát a fiam az hát végig a borászatban, a szőlészetben is segített, a borászatban végig segített, és hát most már ő viszi a borászatot. Ő már hát elvégezte a borász képzést, úgyhogy hát nem csak szereti, hanem érti is, hogy mit kell csinálni. Meglátták a lehetőséget, hogy ebben van turizmus is. Mikor nyitották a hotelt, és ugye, ha jól tudom, ezt a lánya viszi és a felesége? Igen, igen. Hát a Kossuth Lajos utcába vettünk egy pincét, és akkor hát ott volt ilyen bejelentkezés alapján vendéglátás, borkóstoltatás, és egyre nagyobb igény volt, hogy hát minden nap akik jönnek, szeretnének étkezni, kisebb csoportok is, meg szeretnének itt aludni, és akkor így jött az ötlet, hogy hát kéne szállást is rendezni, és akkor hát úgy jött, hogy hát ezt a három telket egyfolytában meg tudtuk vásárolni, és ide építettük a hotel, meg a parkolót, úgyhogy, és ez 2014-ben nyílt meg, és azóta működik, és hát hál' Isten jól működik. Mindenképp szerette volna, hogy majd a gyerekei is csatlakozzanak a vállalkozáshoz? Hát ez úgy adódott, tehát meg volt a feladat a fiamnál is, hogy hát ő segített már kisgyerekkora óta a borkészítésben, még a régi családi pincészetben voltunk már ott is, akkor később is, és akkor hát így, hát most már ő viszi a borát, tehát belenőtt, beleszokott, és akkor a lányom pedig, meg feleségem a vendéglátásba, és akkor hát így fejlődtünk föl. Tehát nem úgy, hogy belecsöppentek, hanem szépen így mentek bele, és mindig jobban belemerültek, és mindig jobban csinálták. Ön milyen feladatokat lát el? Hát én főleg a szőlészetben dolgozom, meg hát ilyen pályázatokat én felügyellem, meg hát ahol kell segítség, akkor én ott vagyok, úgyhogy különben mindenkit hagyok dolgozni, de hogyha kell, akkor segítek. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy a fia viszi a borászat részét. Vannak-e ötletcserék, vagy néha ütközések, hogy ezt ne így, vagy tanácsol-e még neki, segít-e neki? Hát van úgy, hogy kiskéri a véleményemet, meg hát azért megbeszéljük a dolgokat, mikor mit szüreteljünk, hogyan, akkor a házasításoknál, hogy hogyan házasítsák a borokat esetleg. A technológiánál is, tehát amikor fejlesztünk technológiákat, akkor azt közösen megbeszéljük, és akkor már ő viszi végig. Mennyiben változott napjainkig a borászat? Hát ez nagyon nagyot változott. Mindig azt mondom, hogy annyit változott a borászat is, mint a számítástechnika, mert hát még gyerekkoromban gyertyafénynél fejtettük a borokat, úgy öntöztük föl fasajtárba, bele a tődiklőbe, meg a fakádra hordtuk le vödörbe a borokat. Most meg már teljesen automatikus, hűthető, fűthető erjesztőtartályok vannak. Lehet szabályozni, hogy mikor macerálja a szőlőt, hogyan. Lehet okostelefonra állítani, hogy milyen hőmérséklete legyen a tartálynak. Lehet látni, hogy melyiknél hogy van. Préselésnél is, hát régen kimertük a kádból, most viszont hát teljesen automatikusan megy a présbe, cefre szivattyúval. A présből, amíg kijön bor, azt viszi a szivattyú, a törkölyt, azt pedig egy szállítószalag pótkocsira, és öntik ki. Tehát most már szinte hozzá sem nyúlunk a szőlőhöz, és hát készülnek a borok. Régen meg rengeteg kézi erő kellett. Most azért elég nehéz évünk volt, vagy hát a mezőgazdaságban mindenképp. A szőlőnél mi a helyzet, milyen lett a termés?
Hát a szőlő is azért megsínlette ezt a nagyon nagy szárazságot, ezt a nagyon nagy meleget, úgyhogy hát mindig újra kell gondolni mindent itt is a művelésnél, tehát nagyon oda kellett figyelni, hogy mikor levelezzünk, hogyan csináljuk a talajmunkát, permetezést. Hogyha nagyon kileveleztük, akkor olyan erős volt az UV-sugárzás, hogy meg tudott égni a bogyó héja, és akkor elszáradt. És hát kevesebb termést termett eddig, amit születeltünk, de nagyon jó minőségben. Most pedig jött ez a sok eső, hát majd meglátjuk, hogyha napsütés lesz, meg fúj a szél, akkor egy nagyon jó minőség lesz. Ha továbbra is ilyen esős, akkor hát lehet, hogy gyengébb lesz a vörösbor. Hát majd meglátjuk ez még. Nem mindig úgy szokott lenni, hogy eső után azért jó idő van. Még ezután lesz a októberben szokott lenni az öreg asszonyok nyara, úgyhogy az reméljük, hogy most is még meg lesz. Viszont az elmúlt időszakban, években számos elismerés, díjat nyertek a borok. Erről mesélne nekem egy kicsit. Hát igen, hát engem is, de főleg a fiamat ez nagyon ösztönözte, hogy hát jó eredményeket érünk el borversenyeken, itthon Magyarországon, Szekszárdon, Magyarországon, külföldön is. És hát 2012-ben mi voltunk Magyarország évpincészete, akkor 2016-ban a legszebb szőlőbirtok címet elnyertük, 16-ban illettem az év bortelmelője, úgyhogy ezek a címek, ezek hát nagyon hát segítettek abba, hogy hát tudjuk így dolgozni, és kétszer elnyertük Magyarország legeredményesebb, az országos borverseny Magyarország legeredményesebb pincészete díjat, úgyhogy ezek nagy elismerések. A városborát most már 6-szor nyertük el, hogy a mi borunk lett a városbora, és ez mind hát olyan, hogy hát nagyon sok munka meg odafigyelés, de ez azért egy kis lelkesedést és erőt ad a munkához. Igen, mert hogy most nemrégiben a Kadarka lett a Szekszárd bora? Igen, ez a Kadarka lett a Szekszárd városbora, és ez az a különlegessége, hogy hát ez többféle Kadarka változatból van összeállítva, úgy, mint a régen is a Kadarka ültetvényben többféle Kadarka változat volt, és a másik pedig, hogy hát szekszárdi borversenyen aranyérmes lett, meg a városbora lett, de az országos borversenyen is aranyérmes lett, meg a legjobb kékfrankos, és az országház bora pályázatnál is ott is az országház borának választották. Úgyhogy ez ilyen még nem volt, hogy városbora így ennyi eredményt elérjen, meg nekünk se. Ehhez gratulálok. Említette, hogy ez mindig ad egy kis erőt, az elismerések adnak erőt, hogy tovább menjenek. Milyen megpróbáltatások érték önöket az elmúlt években, vagy a sok, biztos mindenhol vannak megpróbáltatások, de hogy az akadályokat hogyan tudták leküzdeni? Hát hál' Istennek nagy megpróbáltatások nem voltak. Nehézségek voltak, de ilyen meg akadályok. Nagyon nagy akadály, nem tudtunk kikompenzálni, meg megoldani, hogy olyan nem voltak. Mik a tervek a jövőre nézve? Vannak-e célok még, miket szeretnének elérni? Hát most egyelőre, amit eddig létrehoztunk, ezt próbáljuk fönntartani és tovább működtetni, mert hát úgy néz ki, mostan nagyon tornyosulnak a fejlők minden vállalkozás fölött, úgyhogy hát bízunk benne, hogy túléljük, és akkor majd utána meglátjuk, hogy hogyan tovább. Gyakran kijár a szőlőbe? Igen. Hát szinte majdnem minden nap kint vagyok a szőlőbe. Kevés nap van olyan, hogy nem vagyok kint. És megvan az érzés, amikor arra gondol, hogy itt azért régen máshogy mentek a dolgok, vagy hogy körbenézés, hogy már az elődök is itt jártak, és itt termesztették a szőlőt. Hát ez nagyon jó esőzés, nekem ilyen kirándulás, meg nosztalgia
mikor körbejárom a szőlőket, mert gyerekkoromban több helyen volt földünk, szőlőnk, és akkor lovaskocsival jártuk még, és én most autóval megyek, és tudom, hogy itt volt ennek a tanyája, annak a tanyája, akkor ott mindig megálltunk, édesapám megkínálták egy pohár borra, beszélgettek, én kaptam egy pohár hideg vizet, úgyhogy, és akkor hát egy jó esőérzés így menni és nézni a szőlőt, meg hát azt látni, hogy hát szépen csillognak a szőlőlevelek, fejlődnek a fürtök, ilyen éréskor már, hogyha nagyon szép az ültetvény, jó, akkor szinte mosolyognak az emberre, és akkor megkóstolom, és akkor már megvan, hogy milyen bor lesz belőle, mert azért olyan technológiánk van, amíg arra törekszünk, hogy a szőlőben megterem ízzamatanyag, azt a borba vissza tudjuk adni. Úgyhogy arra figyelünk, hogy a szőlő jól érezze magát, mert csak ha jól érzi magát, akkor tud olyan minőséget adni, hogy tényleg versenyeken nyerjen. Van-e valami mottójuk, vagy valami életfelfogás, ami mindig is vezérelte önöket? Hát mi mindig a jobbító szándékot tartottuk szem előtt, és az alapján is dolgozunk. És hát ez úgy néz ki, hogy ez bevált, és akkor ez viszi előre a dolgokat. Említette, hogy azért elég nagy területen dolgoznak. Mennyi munkavállalójuk van? Hát itt állandó munkavállaló vagyunk 40-en, és akkor még van 3 brigád is, aki dolgozik, és van úgy, hogy 50-70 ember is dolgozik egyszerre a szőlőbe, úgyhogy nagyon nagyok a kiadások. Azért mondtam, hogy most az a cél, hogy túléljük, és hogy hát tudjuk tovább vinni a dolgokat, mert minden emelkedik, minden drágább lesz. Vannak egyébként állandó munkatársak? Tehát olyanra gondolok, aki esetleg már több 10 éve itt dolgozik, és... Vannak ilyenek is, igen. És velük milyen a kapcsolat? Hát jó, azért vannak itt 10 éve, meg 15 éve. Úgyhogy ők is szeretnek itt lenni, meg mi is megbecsüljük őket. Tehát hát kollégális a kapcsolat. Az utolsó kérdésem az lenne, mert annyira látszik, hogy szeretettel beszél a borászatról, hogy ez mit ad önnek? Hát nekem sok-sok mindent ad, mert hát ez egy jó érzés, és hát ezzel hát könnyebb az ember élet, energiát ad, inkább energiát ad, hogy hát a következő nap is, hogy föl tudjak kelni, tudjak dolgozni, vagy esetleg egy hétre előre gondolni. Tehát ez a feladat lehet, hogy kell is, mert hát, hogyha ez nem lenne, akkor hát elustulna az ember, vagy leépülne, de viszont frissen tart. Emellett egyébként van valami hobbija, vagy a szabadidős tevékenység, amit szívesen csinál? Hát szívesen olvasok, régen vadásztam, de azt átadtam a fiamnak, mert az is már fárasztó volt, és hát most más nincsen, esetleg kirándulni, járni, de más nem nagyon van. Van esetleg olyan vágya, hogy majd az unokák, nem tudom, hogy mennyi idősek, hogy esetleg majd ők viszik tovább a családi vállalkozást? Hát azt jó lenne megírni, hogy azok úgy fölnőjenek, de hát az még messze van, mert kicsik még. De hát nem lehet tudni, lehet, hogy addig megérem. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Pali bácsi. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!